Az ország nyugati határánál Szentgotthárdon teljesen kiürült a menekült tábor, de kollégáim Körmenden sem találkoztak menekülőkkel. Viszont Hegyeshalomra egymás után érkeznek a vonatok, délután több mint 1000 emberrel futott be egy szerelvény. A horvát határon átlépőket hozzák most az osztrák-magyar határátkelőhöz. Hadházi Fanni járt a helyszínen. A pillanat, amikor az 1500 menekült átsétál a hegyeshalmi határállomáson. Elmondásuk alapján Magyarországra a horvát határon átérkeztek. Délután egy vonat hozta el őket idáig. 4 óra körül értek ide, és nagyjából 30 perc alatt át is ment a tömeg Ausztriába. Boldogan, integetve haladtak mellettünk, egy állomással közelebb értek a céljukhoz. Szinte napról napra változik egyébként a válság központja. Délelőtt jártunk például Körmenden és Szentgotthárdon, de menekülők már nem voltak sem a településen, sem pedig a befogadó táborban. Az utóbbi 2 napban mintegy 8000 menekült lépett be Horvátországról Magyarországra. A magyar határhoz közeli Zákányba kora reggel egy nagyjából 1500 Horvátországba Szerbiából belépő menekültet szállító vonat érkezett. A horvát rendőrség a tömeget a határhoz irányította. Ők azok, akiket délután vonattal idehoztak Hegyeshalomba. Közben egyre nagyobb a nyomás az osztrák kormányon is. Az osztrák néppárt, vagyis a kormánykoalíció kisebbik pártja azt javasolja, hogy vezessék be a korlátozott menekült státuszt, amelyet legfeljebb 3 évig biztosítanának. Ha ezek után már nem áll fent a menekült kérelemre jogosító körülmény, kiutasíthatják a menekültet Ausztriából, ellenkező esetben viszont még 2 évre meghosszabbíthatják a dokumentum érvényességét. Hadházi Fanni, 7/24.